A nemezelés a magyarság egyik ősfoglalkozása, napjainkban pedig egyre inkább népszerű. A nemezkészítés szépségéről, jótékony hatásáról Cserei Bolcs Zsuzsa nemezkészítő mesél nekünk. Szia, szeretettel köszöntünk. Sziasztok, én is köszöntelek benneteket. Biztos mindenki hallott már arról, hogy mit is jelent az, hogy nemezelni, vagy akár akad otthon egy-egy ruhadarabunk vagy tárgyunk, de mit is takar pontosan ez az ősi mesterség? Én nem vagyok olyan biztos benne, hogy mindenki hallott már a nemezelésről. A filc szavunk az sokkal fiatalabb a nemez szónknál és szavunknál, és azt többen ismerik. Hát de most tulajdonképpen nagy divatja lett újból. Igen, szerencsére újra divatja van, és itt el kell mondanom két nevet, mert hogy Nagy Mariról és Vidák Istvánról van szó. Nekik köszönhetően tudunk ma ennyi mindent a nemezről, mert ők körülbelül 50 évvel ezelőtt komoly tanulmányi utakat folytattak ahhoz, hogy mi manapság tudjunk még ennyi mindent a nemezről, mert bizafeledésbe merült. Mondhatni, hogy újraélesztették. Igen, igen. És azóta hál' Istennek sok követője van, követőjük van. Több mester került ki már a kezük közül, és a tanítványaik kezei közül, úgyhogy valóban valószínűleg sokan ismerik már. Tulajdonképpen gyapjú szálaknak az egymásra tevéséről van szó, tehát hogyha röviden szeretném mondani, akkor összegubancolódott szőr a nemez. Amit, tehát hogy a gyapjú szálakat, ugye az élő állatról kell levágni a gyapjút, ez is nagyon fontos, tehát hogy nem kell senkinek meghalni amiatta. És az mindegy, hogy vágni. Kézzel vagy géppel? Hát a nemezelés az tulajdonképpen kézzel történik, tehát a gépi nemezelés a filc. Az állatról, hogy ollóval vágják, az teljesen mindegy, az teljesen mindegy. A különböző minőségű gyapjút tudnak levágni ugye egy birkáról, a hasi szőr az finomabb, a hátán kicsit sprődebb, szálasabb gyapjú van. Az emberi haj is hajlamos a nemezelésre, és biztos a puli kutyának az összegubancolódott szőre az mindenkinek beugrik, tehát hogy nem csak azt a hajokat. Igen. De mit tudunk amúgy a történetéről, vagy az eredetéről? Mert ugye az ős magyarok is használták ezt az anyagot, sőt. Igen, több ezer évre nyúlik vissza a használata. Akkor kezdte el az emberiség használni, ahogy az állati szőrt, meg az állati bőrt kezdte öltözet készítésére használni. Uh-huh. Nagyon sok jótékony hatásáról hallunk. A télen melegít, nyáron hűt, és még igen, rengeteget sorolhatnánk, de meséld el. Hát órákig tudnék mesélni róla, mert hogy szerelmese vagyok ennek az anyagnak, tehát azon túl, hogy nagyon jó szigetelő anyag, tehát hogy ő bent tartja azt a hőt, és gazdálkodik vele szemben a műanyaggal, ami ugye vezeti. Tehát nagyon-nagyon jó szigetelő anyag, és ugyanakkor egy puha, lágy anyagról beszélünk, tehát hogy már maga az egy csoda, hogy a könnyen téphető gyapjút, hogy lehet egy erős, elnyűhetetlen anyaggá varázsolni. A gyapjúban ugye ott van a lanolin, ami tudjuk, tehát hogy a népi gyógyászatban is használták, hogy mellkasra tették, hogyha hűlés volt, köhögés volt a családban, akkor azzal gyógyították, de... Gyulladás csökkentő igen, hatással? Igen, és hát ugye a kozmetikumokban is használják, akkor van egy ilyen vérkeringés serkentő hatása, és akkor ott van az, hogy mennyire, tehát hogy annyira színes, jó a tapintása, nagyon-nagyon jó érzés a viselése, tehát az a csoda, hogy ruhán keresztül is érződik, hogy az ember egy apjú mellényben teljesen másképp érzi magát, mint egy másfajtában. Igen, és amúgy szinte bármit készíthetünk amúgy ugye nemezből, és itt látható is, igen, hogy mennyi sok minden rengeteg tárgy cipőt van. Is. Igen, és cipőt is. Most pont egy nemez papucs nincsen nálam, nem volt aki otthon, hogy el tudtam volna hozni. Azt akartam még elmondani, hogy a kirgizek, akiknek a mindennapjaikban benne van, vagy a mongolok, tehát a fejfájást is gyógyítanak vele. Az egyik kirgiz asszony mondta, hogy amikor a férjének fáj a feje, akkor éjjelre is magán hagyja a kalpagot, ami az egy nemez fejfedő, egy ilyen nemez süveg. Hát rengeteg
hatalmas lehetőség rejlik ebben az anyagban. Itt most a modernebb változatát mutatnám meg, ez hernyósejemre van nemezelve, tehát hogy az ilyen laza szövésű finom anyagoknak a szálain, tehát hogy keresztül kapaszkodnak tehát a szövetén a gyapjú szálak, és akkor teljesen mindig meg szokták kérdezni, hogy és mikor teszem bele a ragasztót? Nem kell ragasztót tenni bele, mert hogy ezek átkapaszkodnak a szálak, és akkor a gyúrás hatására, meg a melegvíz hatására, akkor ugye a gyapjúnak van az az összeverődő képessége, amitől összemegy, és ilyen szépen ráncolja az anyagot. És nagyon sok mindennel kombinálják. Igen, gyöngyökkel is láttam. Igen, akkor sejem rostokkal, gézre is lehet nemezelni, egy csomó mindenre lehet nemezelni. Nyilván az, ami bőrrel kell érintkezzen, azt a finomabb gyapjúból szoktuk készíteni, ami drágább, nem annyira elterjedt nálunk, tehát hogy nehezebb a beszerzése, de egyébként egy rendkívül olcsó anyagról van szó, és sajnos mindig panaszkodnak a juhászok, hogy el kell égessék, tehát amikor birkanyírás van, akkor el kell égessék a gyapjút, mert nincs, amit kezdjenek vele. Régebb azzal fizették ki a nyírót, a gyapjú nyírót, tehát a juhnyírót, bocsánat. Nekem amúgy hát problémáim vannak, úgyhogy és tudom, hogy erre is jönne, de mit kell pontosan így csinálnom? Azt hát leginkább, hogyha nagyon hagyományosak hát problémáim, tehát derékfájás. Ha nagyon hagyományosak akarunk lenni, akkor mosatlan gyapjút kellene rátenned. Igen? Igen. Wow. De én... Kicsit szagos lehet, de... Nem baj. Kellemes. Ha megszűnik, kellemes. Akkor bármit. Én azt mondom, hogy illata van, tehát, hogy nekem az is jöhet. Egy nemes sálat, hogyha rátekersz a derekadra, tehát, hogy az valószínűleg, hogy a meleget is úgy tartja, és mondom, hogy gazdálkodik vele annyit oda, mennyire szükség van. Meg gondolom, hogy merevíti is, tehát, hogy feszesen tartja. Ők, akik a kirgizek, mongolok, türkmenek szokták rátekerni több rétűleg. És amellett, hogy gyógyhatása van, gyönyörűek, és neked divatbemutatód is volt belőle. Igen, a 16. népzene és néptánc találkozón Kolozsváron volt egy ruha bemutatóm. A mi együttesünk életében az Ördögtérgye Néptánc Együttesről van szó. Egy nagyon kulcs szerepet játszott a nemezelés éveken keresztül, mert hogy mindig, amikor valakinek az együttesből esküvője volt, akkor a csapat összegyűlt általában nálam otthon, és akkor közösen alkottunk egy nemez falvédőt, egy nemez terítőt. Ugye a nemezben benne van a nemzés szó, tehát hogy ezzel egy kicsit a bőséget is akartuk stimulálni az ifjú párnál, és egy nagyon jó dolog, mert hogy mindenkinek a kezemunkája benne tud lenni, és egy nagyon jó közösségi alkalom. Ott, ahol készítik, ott is többen szoktak összegyűlni. És gyűlt, együtt... és egyszer megmutattátok. Hát annyira nem gyűlt, tehát van a gyapjúnak az a tulajdonság, hogy a molyok nagyon szeretik. Tehát, hogy azért nagyon csínyán kell vele bánni, nagyon nem szeretem otthon halmozni a dolgokat, ha bár van nemez falvédőm, ami 25 éve a falon van, és teljesen jól van, hogyha rendszeresen odafigyelek rá, akkor rendben van. Ez úgy volt, hogy akkor gondolkoztam rajta, hogy na mit is lehet, hogy akkor túl azon, hogy a falvédőket megmutassuk, amik ugye az évek során készültek, hogy annyi minden akkor, annyi minden készülhet belőle, ez is tulajdonképpen a ruha bemutatón volt, és hogy hát mivel népzene, néptánc találkozóról volt szó, akkor egy népi darabot próbáltam, tehát egy népviseleti darabot próbáltam rekonstruálni, nem ez formájában, ez egy széki bunda mellénynek a nemez változata, a nemezelt változata. És itt még elmondanám, tehát hogy nekem édesapám széki volt, és ő kisfiú korában mesélte, hogy mentek be az istállóba, és vakarták le a marhákról a szőrt, összecsombolították a két tenyerük között, és köbdösték, és azzal lett egy kicsi szőrlabdájuk, amit mindig tudtak még hízlalni, tovább növelni, és azzal játszottak. Wow. Ők nem is tudták akkor, hogy nemezzelnek, mert hogy akkor nem neveztük így. Wow. Reméljük, hogy nagyon sokan kedvén. De hogy tulajdonképpen csak ennyi kell hozzá. Igen. Tehát, hogy víz kell hozzá, a gyapjú és a két kezünk munkája, meg a fantáziánk. Hát köszönjük ezeket a jó tanácsokat, és tényleg reméljük, hogy minél többen majd bátran nyúlnak ehhez az anyaghoz, úgyhogy köszönjük, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük.